550 milliós támogatás a miskolci szakképzés fejlesztéséhez, 15 tag intézményt érint a program. Kigurult az utolsó szerelvény, és ma is robogott a salkaházi kisvonat, Garadnára vitte a szépkorúakat. Fociláz nem csak a Szénva teraszon, hanem a fogászati váróban is, stresszmentes kezelés a VB idején. 2018. július 6-a péntek van. 18 órakor ez a Miskolc ma. Jó estét kívánok! Jönnek a részletek. A Miskolci Szakképzési Centrum 548,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztéséhez. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programhoz tartozó projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alaptárs finanszírozásával valósul meg a Széchenyi 2020 program keretében. A program a Miskolci Szakképzési Centrum 15 tagintézményt érinti. Elsődleges célja, hogy 10% alá csökkenjen a szakképzést végzettség nélkül elhagyó tanulók száma az oktatási intézményekből. Felkészültségükkel, szorgalmukkal, minőségi munkájukkal példát mutató köztisztviselőket ismertek el tegnap a Városházán. A hivatali dolgozók ünnepének alkalmából idén is megválasztották az év köztisztviselőjét, és a legrangosabb elismerést, az életműdíjat is átadták. A köztisztviselőket ünnepelték a Városháza dísztermében tegnap délután. 17 elismerést adtak át. Az elismerő oklevelek mellett hárman vehették át az év köztisztviselője kitüntetést, négyen pedig életműdíjat kaptak. Hudátné Becse Ildikó 4 évtizede dolgozik hivatalnokként. Szorgalmas és példamutató munkáját életműdíjjal ismerte el a városvezetés. Szerettem csinálni, szeretek köztisztviselőnek lenni, hivatalnoknak. Szerettem a kollégáimat, mindig olyan emberekkel dolgoztam, és úgy szerettem dolgozni velük, akik fél mondatokból, fél szavakból is megértettek, és megértettük egymást, és tudtunk együtt dolgozni. Köszöntő beszédében a városi jegyzője a köztisztviselői esküről szólva elmondta, az eskü és annak tartalma az, ami megkülönbözteti a köztisztviselőket más dolgozóktól. Kiemelte az eskü elejét, amiben az áll: Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Elmondta, a hűség alapvető érték, ami az ország mellett Miskolc iránt is elkötelezi a hivatalnokokat. A jogszabályokat megtartjuk és megtartatjuk. Ez is kiemelten fontos része a szövegnek, tette hozzá. A végén azzal fejezzük be az esküt, hogy tisztségünket a magyar nemzet javára gyakoroljuk. És azt gondolom, hogy ez az a mondat, ami igazán különös súlyt ad a mi működésünknek, a mi munkánknak. És ez a három érték, ez a három tagmondat az, amely meg kell határozza a polgármesteri hivatal szervezeti kultúrájának alapját. A példamutatás az egyik legfontosabb része ennek a szervezeti kultúrának. Kis János alpolgármester szerint Miskolc egy modern város, ahol a munkának is moderné kell válnia. A polgármesteri hivatalnak, magának is moderné kell válnia. Moderné pedig úgy tudunk válni, hogyha lesznek olyan példamutató juhászaink, akik példát mutatnak a nyájnak, példát mutatnak felkészültségben, szorgalomban, sebességben, kreativitásban, vagyis egy szóval példát mutatnak minőségben. A köztisztviselők napját 1997 óta ünneplik Magyarországon július 1-én. Miskolc vezetése 2011-ben alapította a köztisztviselői elismeréseket. Azóta minden évben kiemelik a legjobb dolgozókat. Néhány hónapra átalakul a 29-es és a 290-es autóbusz közlekedése. Ivóvízvezeték csere miatt jövő héten kettől változik a Kerpei Antal, a Téglagyár és a Glanzer Miksa utcán a tömegközlekedés rendje. A 29-es és a 290-es autóbuszok az Avas kilátó végállomás felé a Glanzer utca helyett a Plésándor utcán közlekednek, és néhány méterrel arrébb helyezik a Diósgyőri Ipari Park és a Diósgyőri Kórház megállóhelyeket. A Téglagyári utcát pedig egyirányosítják.
121 éves a villamos közlekedés Miskolcon. Ezt ünnepli majd jövő héten kedden a Miskolc Városi Közlekedési ZRT. Ezen a napon kigördül majd a remészből a piros bécsi és a sárga Tátra villamos is. Ezeknek a szerelvényeknek a közlekedtetésével azokra szeretne emlékezni az MVK, akik 1897. július 10-én lehetővé tették és elindították a villamos közlekedést Miskolcon. A villamosokat érvényes utazási okmánnyal, jeggyel, bérlettel bárki igénybe veheti. Egy hónapon belül gyógyszert kell váltaniuk azoknak a betegeknek, akik vérnyomás problémájukra valzartan hatóanyagú készítményt szedtek. Az ebből előállított vérnyomás csökkentőt mintegy 150 ezer ember szedi rendszeresen hazánkban. 27 gyógyszer került le az elmúlt héten a gyógyszertárak polcairól. Szennyező anyagot találtak egy kínai gyártó által előállított valzartan nevű hatóanyagban. Ilyen tartalmú vérnyomás csökkentőt mintegy 150 ezer ember szed ma hazánkban. A vizsgálatok után felfüggesztették 27 gyógyszernek a forgalmazását és visszahívták a termékeket. Ajánlott tovább szedni ezeket a készítményeket annak ellenére, hogy lehet, hogy van egy ilyen minőségi hiba, mert ezeknek a hirtelen abbahagyása olyan szív problémákat okozhat a betegeknél, amely sokkal károsabb, mint egy pici minőségi hibával szedett gyógyszernek a továbbszedése. Vagyis a patikából már kivont valzartan hatóanyagú készítmények még szedhetőek, de a betegeknek egy hónapon belül gyógyszert kell váltaniuk, közölték a szakemberek. Ez, hogy valzartán, ez csak egy hatóanyag. Ez egy hatóanyag csoportnak egy eleme. Vannak másfajta hatóanyagok is. Ezek a úgynevezett szartán származékok, hogy így szépen fogalmazzak. Jó, tehát vannak másfajta hatóanyagok, és akkor ezeket le lehet cserélni. De ehhez viszont erre mi nekünk nincsen jogosultságunk, hogyha a beteg ide jön egy ilyen recepttel. A Magyar Hipertónia Társaság elnöke azt mondja, hogy 15 féle gyógyszer tudnak javasolni régi gyógyszerük helyett a betegeknek a vérnyomás csökkentésre. Ezt viszont mindenkinek a házi orvosával kell feliratnia. Az elmúlt évtizedek talán legnagyobb gyógyszerbotránya tetőzik ezzel Európában. Magyarország mellett többek között Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Írország és Anglia is érintett. Elindult az idei utolsó salkaházi vonat Garadnára. A kisutas kirándulás az egyik legnépszerűbb eleme a programnak. Idén már 5 járatot kellett indítani, így több mint 1000 miskolci nyugdíjas tölthetett el egy kellemes napot a szabadban. Begördült az idei utolsó salkaházi kisvonat, ezúttal is több mint 200 miskolci nyugdíjas kirándult Garadnára. A program népszerűsége az indulás óta töretlen, annyira, hogy idén a 4 helyett már 5 vonatot kellett indítani. Nemrég költöztem Miskolcra, és azóta vagyok jogos, ugye? Nagyon vártuk már, mert ez egy kellemes kirándulás, lesz szórakozás, és örülünk neki, hogy részt vehetünk rajta. Érezzék jól magukat, szórakozzanak, pihenjenek, kapcsolódjanak ki, és jöjjenek jövőre is. A kiránduló nyugdíjasokat Kis János köszöntötte a Dorottya utcai végállomáson. Az alpolgármester elmondta, minden kívánságot szívesen fogadnak és igyekeznek megvalósítani azokat. Ezt már a kisvonatos kirándulás története is bizonyítja. Az is úgy indult először, hogy egy vasutas kirándulás és egy kis természetjárás volt benne, egy kis túrázás volt a bükkbe, és menet közben jöttek az igények, hogy legyen egy kis múzeumlátogatás, legyen egy kis koncert, úgyhogy ezeket természetesen teljesítettük. A program tehát egy kis utazás után múzeumlátogatással kezdődött, az első megálló Újmassán volt. Utána pedig egészen a garadnai végállomásig zakatolt a kisvonat. Itt Nagy Ákos üdvözölte a nyugdíjasokat, és egyben köszönetet is mondott nekik. Ha nem csak az önök szemszögéből, hanem a sajátunkéból közelítjük meg, mi majd azokat az értékeket fogjuk továbbadni, amiket önöktől láttunk és önöktől tanultunk, ezért pedig hálával tartozunk. Az idei salkaházi kirándulásokon több mint 1000 nyugdíjas vett részt. Olvasni nyáron is jó, és persze játszani is. A Petőfi Sándor könyvtár nyári élménytáborában nem kellett a kettő közül választani. Az egyhetes programra több mint 20 miskolci általános iskolás jelentkezett, akik a foglalkozásokon kívül miskolci látványosságokat is megnézhettek. Szerintetek ez a
könyveinknek a milyen címe? Könyvtári foglalkozás bent. Labdázás, memóriajáték, óriás társas és rajzolás kint. Ilyen programok közül válogathattak a gyerekek a Petőfi Sándor könyvtár nyári táborában. Először anya mondta, hogy jöjjek el a barátnővel, Laurával, jöjjünk el egy táborban, és anya úgy döntött, hogy most ne legyen a lovas tábor, hanem most jöjjünk el egy könyvtári táborban, és eddig nagyon élvezem. A tavaly felújított intézményben első alkalommal szerveztek élménytábort a miskolci általános iskolásoknak. A tábor a sok játék mellett a könyvekről és az olvasásról is szólt. Én nagyon szeretem a könyveket, de én inkább azokat a könyveket, olvasmányokat és könyveket szeretem olvasni, amiket én választok, nem a olvasókönyvben és nem a házi feladatként adnak föl. A könyvtár a szervezők szerint már nem csak a hagyományos értelemben vett funkciókat látja el, így próbáltak minél változatosabb programokat összeállítani. Próbáltunk olyan kulturális programokat is belecsempészni a táborba, ami élményeket nyújt, így például a Diósgyőri vár látogatása, Baráthegyi Majorság, vagy éppen kisvonattal Lilafüredre fogunk utazni, ott a Szent István barlangot meg fogjuk nézni. Az élménytáborba több mint 20 gyerek jelentkezett, a tábor pedig jövőre is szeretné megszervezni a könyvtár. Belehalt sérüléseibe az a férfi, aki társa tegnap éjszaka baltával bántalmazott Miskolcon. Az eddigi információk szerint csütörtökön este 10 óra körül az Avason egy 25 és egy 45 éves férfi összeszólalkozott, majd a fiatalabb többször megütötte ismerősét egy baltával. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentőben történő ellátása során életét vesztette. Az időközben a helyszínre érkező rendőrök fél órán belül elfogták a bántalmazó férfit, akit gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vettek. Még a foghúzás is kellemesebb, ha meccsnézéssel párosul. Igazi VB pihenővé alakította váróját az egyik miskolci fogászat. A bajnokság ideje alatt így kevésbé stresszes a kezelés előtti várakozás. A pirosak az orvosok, a fehérek az asszisztensek. Gomfoci korongokon egy fogorvos is sokkal kevésbé félelmetes. Például így üthetik el az időt azok, akik tömésre, fehérítésre vagy fogpótlásra érkeznek. A meccsről lemaradni még egy fogászati kezelés miatt sem érdemes. A váróban az eredmények követésére is megvan a lehetőség. Egy esztétikus tömést készítenek nekem éppen, és teljesen meg voltam lepődve, amikor ide érkeztem, hogy ilyen közeg vár, mivel követtem a futballvilágbajnokságnak az eseményeit, és örültem, hogy ilyen hangulatba sikerül várnom a kezelést. Karácsony vagy húsvét. A fogászat minden alkalomhoz igazodik. Ez alól a VB sem kivétel, hisz ez is legalább akkora ünnep, mint a többi. Idén apropó volt, hogy a foci VB-re felkészüljünk, és úgy gondoltuk, hogy egy kicsit megpróbálunk lazítani itt a feszült klímáján a fogorvosi várónak, ezért úgy döntöttünk, hogy egy kis dekorációval készülünk. A lidokain a fájdalmat, a foci pedig a stresszt enyhíti. A fogászok és egy-egy komolyabb beavatkozást átélt betegek is tudják ezt, már ha a kedvenc csapatuk nyer. Szombaton pedig további két mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. A negyeddöntőket holnap önök is nyomon követhetik a foci teraszon. Az átalakult színvadteraszon hatalmas 15 négyzetméteres LED falon szurkolhatnak a miskolciak kedvenc csapatuknak. 16 órától a Svédország-Anglia mérkőzést, este 8-tól pedig az Oroszország-Horvátország játékát nézhetik. Igazi, hamisítatlan hangulatos környezetben a drukkerek. 550 milliós támogatás a miskolci szakképzés fejlesztéséhez 15 tagintézményt érint a program. Kigurult az utolsó szerelvény, és ma is robogott a salkaházi kisvonat, Garadnára vitte a szépkorúakat. Foci láz nem csak a színvateraszon, hanem a fogászati váróban is stresszmentes kezelés a VB idején. Ez volt a Miskolc ma. Friss hírekkel hétfőn este 6 órakor jelentkezünk ismét. Szombaton ugyanekkor pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Addig sem maradjanak le a helyi történésekről. Böngészék online hírportálunkat, a minap.hu-t a legfrissebb hírekért, és ugyanitt híradunk magazinjaink riportjait is újra nézhetik.
Jócskán lehűl holnapra az idő, délután csak 23 fokra számíthatunk, ráadásul borult, csapadékos időre van kilátás. Hogy vasárnap számíthatunk-e nyárra, az hamarosan kiderül. Én híradót készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és tartalmas hétvégét kívánok. Viszontlátásra!